Várj! Kellene erről egy előadás. Miről? Erről a helyzetről. Na, nekem túl direktnek tűnik, én nem játszanék egy ilyen előadásban. Egyetértek. Szerintem ami ma az embereket érdekli, az a szerelem és a barátság. Egy olasz vígjáték tarolna ebben az országban. Nem igazán hiszek az olasz vígjátékokban, kedvesem. Ám bátor az ő ötlete szerintem zseniális. Én nyíltan lázadnék a hatalom ellen. De te vagy a hatalom! Nekem nincs semmi. Nekem csak kicsi tudásom van, meg néhány jó barátom az országban ültettek hozzám, hogy vagyunk. Eladtad magad! Nem, én nem adtam el magam! Hanem? Hanem ők vettek meg engem! De nekem se könnyű, tudjátok, szegény kicsi szeretetlen zsorra szív. Jaj, nekem, szegény rászika! Na, engem ez az anyakomplexusos vígjáték nem érdekel. Úgy sincs senkinek jobb ajánlata az enyémnél! Zene állj! Biztos, hogy van, akit jobban érdekel Molière társulata. A licitet megnyitom, a kezdő licit, 600 livre. Nem! Ez a társulata nem adó! Bocsánat! Vétó! Bocsánat, de te mit keresel itt? Drága barátaim! És drága kedves emberek! Akik még talán a barátaim lehetnek. Úgy örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. Újra együtt a legendás, nagy csapat. Amikor a férjem elmondta a szörnyű hírt, én csak zokogtam, és sírtam. És egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Hát, itt hagyott benneteket a nagy mester. Tapasztalataim szerint az ilyen monológoknak nincs jó vége. Én rögtön arra gondoltam, hogy vajon mi lesz veletek? Vajon mihez fogtok kezdeni? Bárkivel beszélek, kedveskéim, és mondom a szörnyű hírt, mindenki csak mosolyog és örül. Végre megszűnik az a szörnyű társulat, amely abból élt, hogy becsületes embereket nevetségessé tegyem. Én naív. Hát először nem is értem, hogy mire ez a nagy ellenszenv. Hiszen tőlem megvált a nagy mester, mert nem tudtam elég jól kifigurázni másokat. És rám? Mégsem táplálok a szívemben haragot. Most már értem a sorsot, hogy miért akarta úgy, hogy ne legyek itt köztetek, mert akkor most talán én is mehetnék a süllyesztőben. Szóval, amint otthon ezen gondolkodtam, egyszer csak eszembe ötlött a megoldás. Nektek új vezetőre van szükségetek, egy olyanra, aki visszavezett titeket a helyes útra, a jó Istennek tetsző, becsületes útra, akinek a vezetése során talán megtisztulhattok, és megsugom nektek, hogy én több ilyen embert is ismerek. De csak egyet tartok. Erre alkalmasnak. És mégis ki lenne az? Hát ez engem is érdekelne. Ki tudna Molière helyébe lépni ilyen hirtelen? Aki ilyen hirtelen Molière helyébe tudna lépni, az nem más, mint... Drága barátaim! Számomra mindig öröm, hogyha itt lehetek. Köztetek. Ez most komoly? Úgy tűnik. Ezt te szervezted le? Szeretnék egy kis figyelmet, barátaim. Az elmúlt hónapokban, években nem volt mindig rózsás a hangulat. Tudjuk. Tudjuk, hogy ilyenkor átvenni egy intézmény vezetését hősi dicsőségnek számít. Én nem megmenteni jöttem ide. Nem vagyok megmentő. Nem vagyok szuperhős. Hanem azért jöttem ide, hogy elmondjam, hogy milyen színházban hiszek. Abban a színházban hiszek! Készíthetnék egy másolatot magamból! De az nem én lennék. Abban a színházban hiszek! Most akkor választanunk kell, vagy mi van? Ezt most végig kell hallgatnunk? Egy temetésen? Igen, sajnos. Hát?
Márpedig erre engem nem kényszerít. Ja, de sajnálom. Hát de én nagyon el fogok menni innen. Jó, akkor viszont szerződés szegés követsz, hiszen aláírtad, hogy megjelensz mindenféle fontos beszélgetésen vagy tárgyaláson. Ezt mondom árkiknak, vagy a mecénásoknak, vagy vonulj Kolostorba! Jó, gyere, gyere, nézd, nézd, Madeleine, én mélységesen együtt érzek veled. Igen, én tudom, hogy ez egy nehéz helyzet, én tudom, hogy ez egy kegyetlen helyzet, számodra főleg. Parancsolj, hát az öcsére csüttö meg, ha? Egy férfi bőrbe bújt kisfiú, aki bábokat próbál mozgatni, főleg gyerekeknek. De fél, mi lesz vele, hogyha már nem tudja fizetni a számlákat? Hm? Gyere, nézd! Állj oda! Oda! Aha! Nézd! Hm? A húgod most lett özvegy. Megnémult az az ember, akiről azt hittük, hogy soha nem fog megöregedni. Ármán tehetetlen és öreg lett, 3 nap alatt. Molière halála óta egyetlen szó se jött ki a száján, és ez nekünk nem jó. Nekünk? A színháznak. Bizony. Tudod, egy néma színészünk már van, kettőnek nincs értelme. Főleg nem akkora, a másik egy nő, ugye? Ugye érted, Madeleine? És van egy harmadik szempont is. Bizony. Gyere. Madeleine. Te most mindent elveszítesz. Hm? Ezeket a fákat holnap ki fogják vágni? Miféle fákat? Ezeket az almafákat a színház előtt. És ez most hogyan ide? Hát úgy, hogy a márkik mindent megtesznek azért, hogy a saját képükre formálják ezt a világot, a főváros. A vidék, az nagyrészt már az övék, bizony így osztaszkodnak az egyházzal. Ezeket a fákat holnap ki fogják vágni, és friss gyepet fognak a színház elé ültetni. Szép virágokkal. Ezeken a fákon nőtt fel a húgod. Ezekre a fákra mászott fel, és nézte, ahogyan kijövünk a próbáról pipázni. Hát le, emlékszel? Jó, én tudom, hogy valami megtört köztetek. Én tudom, hogy fájt, amikor végignézted, amikor ő elhagy téged, és egy fiatalabbat választ, egy olyat, akinek az anyja lehetnél. Tudom, hogy milyen a szerelem, tudom. Ne hagyd, hogy összezavarjanak az érzelmeid. Nyomd el magadban őket, és kezeld a helyén a fájdalmat. Tanulj a rosszhoz is jó képet vágni. Igen. De magaddal törődj csak, más senkivel. Te ne higgy a barátnak, vagy a hűszeretőnek. Ne higgy az eskünek. Te ne higgy soha. Na jó, akkor ebből elég lesz. Igen, jól érezted, meg akartam szólalni. Ugyanis benne voltam egy monológ közepében, és szerintem mindent ki megérdemli, hogy meghallgassák. Köszönöm szépen. Szóval az előbb, most hova állsz? Éppen azt próbáltam egy kicsit kibontani. Jó. Hogy milyen színházban hiszek. Abban a színházban hiszek, amelyik tudja, hogy mit akar. Amelyik nem játszik a néző idegeivel, hanem kielégíti őket. Partnerként bánik velük. A parasztok egész nap dolgoznak a mezőn. Az élet kínozza őket. Az élet és este semmi másra nem vágynak, csak egy esti kapcsolódás. Egy-kettően. Nem lehet csinálni valamit ezzel a szarral, felkúr, bazd meg. Bocsánat, nem akartam káromkodni. Jó? Oké. Okay. Szóval dolgoznak, az élet kínozza őket. És este... Jó, addig nem megyek tovább, Zsan. Szedd már össze magad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gratulálok, köszönöm. Dolgoznak a mezőn. És este sem. Akkor is elmondom.
akkor is elmondom. És ezt a semmi másra nem várnak, csak egy kis kikapcsolódás. Semmi másra nem várnak, csak egy kis kikapcsolódás. A nevettetés a főérték. A nevettetés a főérték. Ugyan ki ne vágyna arra, koszosan és büdösen, egész napos terhek után, hogy nevessen este. Na ugye? Én vidéki színész voltam. Tudjuk. Tudjátok. Tudjuk, hogy milyen teltház előtt játszottuk a Piros Paprika című zenés bohózatot. Emlékszünk, hogy milyen híre volt a Fújhatnám bolgárnak, amit úgy vittünk színre, ahogyan az meg vagyon írva, kérem szépen. Kérem szépen. Kérem szépen. Mi sose játszottunk a néző idegeivel. Sose forgattunk ki egy darabot se. Mindig azt kapta, ami le vagyon írva, kérem szépen. Úgy mindig tiszteltük a szerző muzeális értékét. És ez sikert aratott. Tudjuk, hogy mekkora kaput döngető sikert aratott a három kis barack, és soha nem fogjuk elfelejteni, hogy mit jelentett a váratlan város körüli céhó. Csehó. Céhó. 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 A számok minket igazolnak, kérem szépen. 170%-os látogatottságunk volt. A Csilláron is lógtak, de szó szerint. És nem csak a szakmai emberek jöttek hozzánk, hanem azokat az embereket is sikerült kirobbantanunk a koporsóikból, amelyekről azt hittük, hogy rég kihaltak. Én például így találkoztam déd nagyanyámmal a Táncos zsidó visszavág premierjén. Ez még semmi, most jön a java. Integettem neki, és ő is integetett nekem. És ezt mindenki élvezte. Élvezte. Én is, önök is, mindenki. Az fasza volt.